Hadd tartsunk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten. Ez volt a vezérigéje a Magyar Református Egység napjának, amely ünnepi zsinattal, illetve szimbolikus faültetéssel kezdődött a debreceni kollégium udvarán. A tölgyfa arra emlékeztet, hogy a magyar reformátusok mindig egységben és közösségben szeretnének élni. Ez az egységünknek a jelképe és az összetartozásunké. 10 évvel ezelőtt mondta ki az alkotmányozó zsinat, hogy a Kárpát-medencei Magyar Református Egyházak egy egyháztestet alkotnak, és már ekkor az alkotmányozó zsinót a tölgyfát választotta szimbólumául. A fa ugyanis ki tudja ábrázolni azt, hogy a gyökereink a múltba kapaszkodnak, közösek a hagyományunk, a nemzeti értékeink, ugyanakkor ágaink az ég felé törnek, a jelen és a jövő kihívásaira akarunk ugyanis, mint egyházi közösség, válaszokat és alternatívákat kínálni. ...2009 májusában a cél az az volt, hogy a Református Egyház az egységet és a szabadságot biztosítsa a reformátusok számára. Nagyon büszke lehet arra a Református Egyház, hogy ezzel egy irányt is kijelölt, hiszen egy évre rá fogadtuk el a nemzeti összetartozásról szóló törvényt, egy évre rá módosítottuk úgy az állampolgársági törvényt, hogy a kedvezményes állampolgárság megszerzése lehetővé vált a határon túli magyarság számára is, és ma több mint 1 millió olyan magyar állampolgár van, aki ugyan nem él Magyarországon, de Trianon óta ez az első közjogi kötelék, ami létrejött a magyar állam és a magyarok között. Ezt előzte meg gyakorlatilag, ennek volt hírnöke a Magyar Református Egyház akkor, amikor ezt az egységet 10 évvel ezelőtt megteremtette. A Magyar Református Egyház alkotmánya lehetővé teszi a Kárpát-medencén kívüli református közösségek csatlakozását is. A debreceni nagy templom újra történelmi pillanatok helyszíne volt, amikor 98 év után csatlakozott az amerikai magyar gyülekezeteket tömörítő Calvin egyházkerület. Az erről szóló határozat immár az óceánon átívelve, a 4600 mérföldnyi távolságot legyőzve köti össze a reformátusokat. Egy olvasztó tégelybe vagyunk, hogyha egy nemzet elveszti az identitását, legyen akár az a külföldön élő a nép is, jelen esetben beszéljünk magyarságról, akkor ott egy olyan erkölcsi és hitbeli veszteségről beszélhetünk, kulturális veszteségről, ami azt hiszem, hogy nagy űrt hagy maga után. Éppen ezért teszünk mi meg gyülekezetek, de ez nem csak a református egyházra vonatkozik, hanem a történelmi egyházakra és a evangéliumi szabad egyházakra is, hogy hangsúlyozzuk, hogy mennyire fontos a hit és a magyarság fenntartása a kinti országokban, nem csak Amerikában, máshol is. More than 100 million brothers and sisters of the Reformed family around the world. Nezsla Kassába, református világközösség elnöke több mint 100 millió református köszöntését adta át. Az önök zsinata a feltámadás erejének jele a világban, fogalmazott. Az ünnepi zsinaton ott voltak a Kárpát-medencei magyar reformátusok küldöttei is. Kató Béla püspök arról beszélt, hogy az erdélyi ember tudja, milyen érzés elszakítottságban élni. Talán ezért is különösen fontos számukra a református egység. Úgy érzem, hogy ha Kecskemétre mennék, akkor az is az enyém, a Budapest az is, a Kárpátalja az is. És ez, hogy mindenütt otthon érezheti az ember, és ebben van az egyháznak különös nagy jelentősége, amikor ugyanazt az éneket, ugyanazt a liturgiát, ugyanazt a templomi közösséget találod, akkor pillanatok alatt otthon tudsz lenni, és ez az otthoni érzés, ezek az élmények, amelyeket én mindig újból megélek, és átélek, és meg is köszönök. A Magyar Reformátusok Egysége hatalmas erőforrás a felvidékiek számára is. Az, ami egység volt, vagy együtt volt, azt emberi erőködéssel szétválasztották ugyan ideig, óráig, de ami egybe tartozott Isten szerint is, azt nem lehet szétszakítani és örökösen szétválasztott módon tartani. Ezért is fontos számunkra az, hogy ez itt megvalósult 2009-ben. Mi reformátusok a felvidéken is megpróbáltuk meglépni azokat a lépéseket, amely ahhoz vezetett, hogy tulajdonképpen az egyházunkban kétnyelvűség, sőt háromnyelvűség van, hiszen most már van koreai gyülekezetünk is, amit befogadtunk. De van két szlovák egyházmegyénk, és mi mindig arra építettünk, hogy csak észreveszik és csak meglátják azok az ellenkezők, hogy mi tulajdonképpen meg akarjuk élni magyarságunkat, hitünket, és másnak is teret akarunk adni.
Az egyházvezetők az ünnepi zsinaton nyilatkozatot fogadtak el, amelyben megerősítették összetartozásukat. A dokumentumban közösen buzdítják a világban élő magyar reformátusokat, hogy imádkozzanak a hitükért üldözött keresztjénekért, valamint a világ népeinek vezetőiért. A mi hitünk Isten megváltó szeretetében gyökerezik, vagyis a jó Istenben, és ha Istenben gyökerezik, és mindig újra oda talál, akkor jó reformátusnak lenni, jó tudni azt, hogy a sok rosszat, amit meg kell élnünk, el kell hordoznunk, Isten a javunkra fogja fordítani, szüntelenül ezt teszi, jóra fordítja a rosszat, a jót meg még jobbá teszi. Az egyház küldetésének lényege, hogy megossza a világgal az evangéliumot, a megváltás örömhírét. Ezt Fekete Károly tiszántúli püspök mondta az egységnapi hálaadó Isten tiszteleten. Átéltük, Isten tudta, mire van szükségünk, és tudja, hogy mi kell nekünk. Azóta is életjeleket kapunk Isten végtelen erejéből. Ízelítőt abból, hogy Isten szent lelke legmélyéből akarja a megépülésünket munkálni, az egymásra találást. Ő sokkal többet lát bennünk, mint amit mi egymásban föl tudunk fedezni. Ő nagyobbat készített, mint amit mi mertünk tervezni vagy álmodni. Ő mind a négy égtáj felől képes koncentrálni a lélek erőit, hogy mi se érjük be kevesebbel. Debrecen belvárosában több ezer magyar református úrvacsorázott és ünnepelt együtt május 18-án. Ahogy Bogárdi Szabó István fogalmazott, az úrvacsora a tökéletes bűntörlő áldozatra emlékeztet, és annak a reményét hirdeti, mikor végképp megszűnik az Istent és az embert elválasztó minden akadály.